Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás július 16-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre kivetem most a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik a tervei. Itt a kezébe veszi a dolgokat, és jönni fog. Nem üres kézzel, mert itt a kezében van ez az arany kehely, ami a víz elemét jelenti, és az tükrözi az érzéseket. Mutatja a nyitottságot, beszél érzésekről, az is lehet, hogy meglep valamivel benneteket, és kaptok egy ajándékot tőle. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az érzései. Ő nyitott arra, mint ahogy ez a kép mutatja is a nyitottságot, hogy mutassa ki az érzelmeit, mert ez az arany kehely a víz elemét szimbolizálja, és a víz eleme az érzésekre utal. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek? A gyermekek szimbolizálnak egy új utat, egy új irányt, újdonságokat, vagy egy új kezdetet. A kettes szám egy párkapcsolatra utal, ti és ő, mint ahogy a képen látjuk, az anya nyújtja a kezét a gyermeknek, és vezeti őt, ez egy közös életút. Természetesen lehet téma gyermek is, vagy szeretne gyermeket tőletek, viszont a képeknek van szimbolikus jelentése, és ez egy új utat, új lehetőségeket jelent. A napi kártya, trószt, az vigasztalást jelent. Vagy ő vigasztal benneteket, vagy ti őt, vagy valaki van a környezetetekben, aki segít nektek. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, egy videófelvétel név nélkül. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!